Nincs könnyű helyzetben a mezőgazdaság az elmúlt hónapok száraz időjárása miatt. Idén eddig már több mint 500 asszálykárt jelentettek be közel 25 ezer hektárnyi területről. Megyikben ráadásul az országos átlagtól is nagyobbak voltak az aszálykárok. A hetekben lehullott csapadék már későn érkezett, csupán a tavaszi növényekkelését segítette. Talán a napraforgó és a kukorica az átlagos évekhez képest még fejlettebb is, mint szokott lenni. Az őszi kalászosokon sajnos nem segített, már itt a bokrosodás időszakban nem érkeztek meg, úgyhogy kevesebb tőszámmal, kevesebb halásszal számolhatunk majd a betakarításkor. Azok, amit hallottunk, hogy a kárenyítésbe bejelentettek, azok a károk sajnos áprilisban nem csak a csapadék érkezett meg április végén, hanem előtte megérkezett egy hideg is, ami a gyümölcsösökben eltérő mértékű, de károkat okoztak. Az elnök szerint a korszerű vetési technológia ellenére több növénynél is jelentős lehet a termés kiesés. Mint kiemelte, egyre többen látják be az ágazatban dolgozók közül, hogy mennyire fontos az öntözési rendszer fejlesztése. Aki komolyan gondolja az elkövetkező időszakban a mezőgazdasági termelést, az mindenki belátja, hogy öntözött terület nélkül ez nem megy, legalább a kézi munkaigényes növényeket olyan helyre kell vetni, ahol meg tudja öntözni, ahol a vetőmagok nagy költséggel járnak. A, a, Borsó, a burgonya és olyan növények, amiből egy bizonyos hektáron nagyobb jövedelemre lehet megszerezni, de nyilván a nagyobb jövedelemnek pedig a befektetett munka, a hozzáadott értéke, szóval azokat a növényeket olyan helyre kell ültetni, vetni, ahol már öntözött területek vannak. Az asszály mellett a tavaszi fagyok is gondot okoztak a gazdálkodóknak. Most úgy néz ki, hogy több gyümölcsnél is a közepestől gyengébb lesz a termés a fagykárok miatt, de az csak a következő napokban derülhet ki, mekkora lesz a kiesés.